A 43 éve működő hagyományőrző közösségről, a Nyírségtánc együttesről mesélt Demarcsek György művészeti vezető kedden délután Nyíregyházán. Az örökös aranysarkantyús táncos kiemelte, elsődleges feladatuk a néptánc népszerűsítése. Maga a néptánc az önmagában egy érték, hiszen ha kimegyünk az utcára, vagy bekapcsoljuk a televíziót, akkor ezzel a folklórral már tulajdonképpen nem találkozunk. Amivel találkozunk, az a mai folklór, az majd 100-200 év múlva lesz majd az akkori emberek számára a népi folklór. Ugye mi tulajdonképpen a magyar parasztságnak az évszázadok alatt kikristályosodott táncait, zenéit, hangulatát, életérzéseit, énekeit, dalait őrizzük, és hát mi elsősorban persze a táncokkal foglalkozunk, zene nélkül nem megy, meg dalolás nélkül sem, úgyhogy ebből is fogunk most majd részleteket bemutatni. A Szikes zenekar kísérte a Nyírségtánc együttes lányait, az interaktív előadásra megtelt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaraterme. A Nyírségtánc együttes munkássága 2015-ben mint nemzeti érték került a nyíregyházi települési értéktárba. Jelenleg több mint 25 értékünk van már, és várjuk a városlakók további javaslatait, hiszen Nyíregyháza egy olyan gyönyörű város, ahol rengeteg helyi értéket találunk, a szobrokon keresztül épületek, és nem beszélve a környezeti szépségekről, mint a Sóstóerdő, az állatpark, a gyógyfürdő, és még hosszan lehetne sorolni. A nyíregyházi értékeket az Értékes Esték programsorozat mutatja be hónapról hónapra. Legközelebb a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházba várják az érdeklődőket, május 16-án 16 órakor.